Sziasztok! Sziasztok! Most egy szójátékot fogunk játszani, amit lehet, hogy ismertek páran. A lényeg az, hogy az egyik játékos, ez legalább két ember kell, igen, és az egyik ember az elmesél egy történetet, mondjuk a egyik napját elmeséli, a többiek pedig véletlenszerűen így mondanak be szavakat, amit bele kell építeni a történetbe. Helyes. Helyes, jó. És akkor most én leszek a mesélő, ezt pedig a szivató. Hát én leszek az, aki majd szavakkal fogja szanaszét szivatni. Jó. Akkor egy hétvégét fogok elmesélni, amikor elmentünk Esztivel angoltanárhoz, meg aztán nagymamához. Csak így, hogy így mi a kiinduló, mi az alap, és hogy nem valószínű, hogy az lesz belőle. Hát nem, hiszem. Szóval. Akkor egyszer volt, hol nem volt. Igazából, hogy nem volt. Na jó. Egyszer volt, hol nem volt. A szép Csabi, meg Eszti. Szóval a szép és okos Csabi, meg Eszti fölkeltek. Pontosabban Csabi fölkelt. Kakuk. Eszti pedig nagyon nehezen kelt fel, úgyhogy Csabi ott kakukkolt. Nem tudom, miért harmadik személyben mondom, tényleg mondhatom el per egyben. Szóval én fölkeltem simán, Esztinek pedig kakukkolni kellett, hogy felébredjen végre. És akkor nagy nehezen felkelt az ágyból, összeszedte magát, megreggeliztünk, ettünk kenyeret, vajjal, meg... Tulipán? Meg tulipánnal. Tulipán, Eszti tulipánnal lette, én szalámival. Szóval Eszti megette a jó kis tulipános kenyeret, és leöblítette ecsettel. Aztán összepakoltunk be a táskába a füzet, a toll, ugye az angol felszerelés, aztán táskát a hátra, rollereket elő, kimentünk a kapun, elment egy szekér. Nagyon kreatív. Hát most Istenem. Szóval elment egy szekér. Milyen? A ház előtt, Eszti majdnem fellökte. A szekéret? Simán. Úgyhogy fölpattadunk a rollerre, és elindultunk az angol tanár felé. Novella. Édes Istenem, egy novella sebességével haladtunk. Odértünk az angol tanárhoz, ő már az ajtóban állt, és ragyogott. Vízcsepp. Mint egy vízcsepp. Nem, megkínált minket, nagyon meleg volt, úgyhogy megkínált minket vízcseppel, hogy esetleg szomjasak lennénk. Akkor nyalogat le magadnak. Egy liter vízcseppel. Igen, aztán bementünk, leültünk az asztalhoz. Macskaszőr. Macskaszőr. Megtanultuk angolul, hogy van a macskaszőr. Azt gondolom, ilyen kether. Gondolom. Círmos cica haj. Tamúgy jó. Szóval megtanultuk a macskaszőrt, ezzel nagyon elégedett volt a tanár, pedig házit se írtunk. Díszdoboz. Jó, oké. Okay. Igen, a díszdobozt is megtanultuk angolul. Aztán fölpattattunk a rollerre, és hazajöttünk. Nem, aztán mentünk tovább. De hazajöttünk, mert ittunk még több vízcseppet, mert keveset adott az angol tanár. Aztán fölkerekedtünk ismét, és indultunk a nagymamához. Szépen farkas. Rollereztünk a vasútállomásra, farkas. Útközben megállított a farkas, kérdezte, hogy hová megyünk, mondtuk, hogy a nagymamához. És akkor ő mondta, hogy szedjünk virágokat, de mi nem. Úgyhogy mentünk tovább rollerrel, le az állomásra, fölpattattunk a vonatra. Én vettem jegyet, Eszti, nem? Pattogatott kukoricát. Pattogatott kukoricát vett Eszti a jegy helyett. Azt hitt, hogy moziba megyünk. Ez közben nagymamához. Úgyhogy levonatoztunk, aztán leszálltunk a vonatról, aztán megint roller, elgurultak a nagymamához. Diszkógömb, igen. Vittünk a nagymamának diszkógömböt, mert nagyon csipázza a technót. Ez ilyen technós nagymama. És ilyen nagyon zúzza. A rántott húst is
Nem kalapáccsal, hanem ököllel. Mint a techno. Értettem. Szóval lementünk a nagymamához, ettünk ököllel gyúrt, rántott húst. Meg krumplit, azt nem ököllel gyúrta, azt talpal. Teknős béka. Áj, Istenem. Arra jött egy teknős, aki szerette a technót. Megnéztük a nagymama teknős békáját, ami már félig nyullá változott. Hogy legyen értelme. Jó, értem. Jó, értem. Jó. Igen, aztán miután jól laktuk. Jól laktuk, igen. Jól laktunk. Újra felszálltunk a rollerrel, le az állomásra, föl a vonatra, aztán Szöldligeten le az állomásra. Tenger alatt jár. Aztán felszálltunk a tenger alatt járóra. Az a rövidebb út. Egyébként a tenger mellett lakom 500 kilométerre. Mondom, 500 kilométerre, vagy nem tudom, lehet, hogy sokat mondtam, vagy keveset. Keveset. Szóval, úgyhogy lerollereztünk haza. Vége, kész, ennyi. Ennyi. Hát most mi? Ezt mondtam, ez lesz a történet, hogy elmentünk angolhoz, meg mamához. Aztán hazajöttünk. Angoltanárhoz, meg mamához, aztán hazajöttünk. Jó történet volt. Igen, gyönyörűen megoldottad a dolgot. Igen, remélem nektek is tetszett. Sziasztok! Sziasztok!